Fokozódik a hangulat az UFM arénában, hiszen elérkezett az MKC stábor csúcspontja, a házi bajnokság, amelyen az edzők, a segítők, na meg persze a táborozók vettek részt. Két korosztályban hirdetett kézilabdatábort az MKC idén-nyára, amelyre több mint 100 kislány jelentkezett. Úgy érzem, hogy mindig egy kicsit jobb. Tehát legalábbis nekem biztos, de én bízom benne a gyerekeknek is. Ugye mindig az előző évekből egy picit tanulunk, hogy mi az, amit még jobban lehetne csinálni, és ezeket a hibákat próbáljuk kijavítani, még jobbá tenni. Mindig próbálunk új dolgokat belecsempészni, hogy azért ne az legyen, hogy két éve is ilyen volt, négy éve is ilyen volt. Most is volt nagyon sok újdonság, a selfie boxtól elkezdve, volt egy TikTok játékunk, akkor most lesz karaoke, akkor ilyen vízi játék. Tehát mindig van új dolog, hogy ne tudják azt, hogy mi vár rájuk. És amúgy szerintem pont ebből a mostani kis gálameccsből is látszik, hogy nagyon-nagyon jó a hangulat, és igazából pont arról szól, hogy ezzel lezárjuk az évet, és jól érezzük magunkat. Mi is úgy látszik, úgy gondolom, hogy ez látszott is, hogy mi is jól érezzük magunkat. Kicsit meg is lepődtem, mert tényleg úgy beleélték magukat, és tényleg szurkoltak, és volt benne minden, volt egy kis csalás is, de hát a sportban ezek is néha kellenek, a huncutságok, ahogy a gyerekek mondták, úgyhogy szerintem ez így volt teljesen kerek és jó. A túloldalon a munkacsarnokban voltak a picikék, az azt jelenti, hogy 6 évestől 10 évesig, 60 gyerek, 6 segítő, 4 edzővel zajlott le ez a hét. Szerda volt a holdpont, nagyon fáradtak most már, de még mindig elemében van minden gyerek. Ma meccsek voltak egymás ellen, és a legjobban ugye ezt élvezik ők, a meccsezést. Ahogy meghirdetjük, sőt, már mielőtt meghirdetnénk, már jönnek, jelentkeznek, hogy mikor lehet, hova menjünk, hol fizessünk, ha legyen a gyereknek helye, senki nem akar lemaradni. És úgy érzem, hogy nekem ez a negyedik táborom, hogy minden évben egyre jobb, mi is egyre tapasztaltabbak vagyunk, és ugye mindent úgy csinálunk, hogy a gyerekeknek a legjobb legyen. A táborban természetesen a legfőbb hangsúlyt a kézilabda kapta, ám a szervezők minden napra extra programokkal is készültek a fiataloknak, amelyeket nagyon élveztek. Volt nagyon sok játék, meg voltunk szerdán Sobrióska kalandparkban. Nekem nagyon tetszik ez a tábor, nekem eddig ez a legjobb táborom, és nagyon jó a társaság is alapból. Azt tetszett, amikor szerdán elmentünk a Sobriós kalandparkba. És miért az volt a legjobb? Mert ott szabadon mehetünk bárhova, meg akármire felülhettünk. A 99% azok a mi gyerekeink, van egy-két külsős is, meg vannak olyanok, akik most kipróbálják, hogy ha megtetszik, akkor szeptembertől folytassák nálunk. Tehát igazából ez a három, de alapból a legtöbb az a nálunk kézilabdázó gyerkőc, úgyhogy így néz ki, így állunk föl ilyenkor. Bognár Robert elárulta, már most sok ötlet megfogalmazódott benne a jövő évi tábor kapcsán. Lehet tehát jövő május környékén figyelni a tábori hirdetést, unatkozni biztos nem fogtok. Juhá!